A héten elkezdték kiszállítani az Európai Parlamenti Választás hirdetményeit. A helyi választási irodák jóvoltából már több helyen kint vannak ezek a plakátok. Az Európai Tanács döntése alapján a tagállamok május 23-a és 26-a között, vagyis csütörtöktől vasárnapig bármelyik napra kiírhatják a választást. Magyarországon a törvény szerint csak vasárnap lehet választás, így Áder János köztársasági elnök május 26-ára tűzte ki az eseményt március 20-án, aki szerepel már valamelyik település szavazóköri névjegyzékében, tehát például elakóhelye Egerben található, ezen választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda a korábbi választásoknak is megfelelően értesítőt küld ki papíralapon postán. Ez fogja tartalmazni a választással kapcsolatos legfontosabb információkat, hol, mikor, hogyan lehet szavazni. Ha valaki április 5-ig nem kapja meg ezt a választási értesítőt, nincsen semmi probléma, befárad a helyi választási irodához, részére ezt az értesítőt ki tudjuk nyomtatni, és át tudjuk adni. Egerben a korábbi választásokhoz képest nem történt változás a szavazás helyét illetően. Ugyanabban a 47 szavazókörben lehet majd leadni a voksokat, mint korábban, és ugyanúgy a 23-as szavazókör, vagyis a Líceum fogadja majd az átjelentkezőket. Változás, hogy május 22-ig szerdáig lehet átjelentkezési kérelmet beadni, illetve mozgóurnát igényelni a helyi választási irodáknál. Amennyiben valaki a választás napján igényel mozgóurnát, az már a számláló bizottsághoz kerül, erre vasárnap 12 óráig lesz lehetőség. Minden további információ fontos határidők, a szavazással kapcsolatos további teendők a választás.hu oldalon olvashatók.